Szavaztok srácok, én Jason vagyok, és ebben a videóban érkeznünk a legújabb kidropos részhez, amiben van 2000 dollárunk. Ismét 1000 dolláros nyereményjáték a kidrop által. Ha töltöttél föl a Jason Play kóddal 5 dollárt az elmúlt 14 napban, akkor most ingyenesen be tudsz lépni, ha pedig nem, akkor pedig 5 dollárra belépő. Ne felejtsétek el, kód használása, írjátok be a Jason Play promókódot, hiszen az új felhasználók kapnak 50 centet ingyen, de hogyha már bárkinek a kódját használtátok, akkor pedig 10% deposit bónuszt. Ha meg szeretnéd ingyen ezt a gyönyörűen néz kint, akkor nincs más dolga, csak dobj egy hatalmas lájkot a videóra, illetve írva valami értelmeset a komment szekcióba. Nyomjuk gyerekek a bolond kézbetűröket, konkrétan fél egy múlt, tükröződve van, fél egy múlt, szóval nem fog a bátya üvöltözni, de azért oda vágjuk, amit oda kell vágni, és ezt úgy kezdem, hogy 5 ide, 5 ide. Ez egy komoly betűz kikezdés, gyerekek, de mi van, ha jön? Rá tudok kattintani a privátra, köszönöm szépen. Aztán nézzük, Jokeros, Pokeros. Kéne nyerni valami gyönyörűt, bár ezt úgy kell megcsinálni, hogy ugye nem húzok semmit. AVP középen, Teó zsömle. Jobb oldalra egy gyönyörű kés, na az a pillangóz ki, az jöhetett volna. Eddig ugyan annyi az állás, most talán én fogok vezetni, ja. Jobban nézett ki Éva néninek a Fire 7-je, hát ez most ugyanaz. Jokerozból nem jön semmi nagy item? Ér így most? Mindjárt kiderül? Hát jó, én visszahúztam, amit nem kellett visszahúzni, hogy verte meg a Rivotril. Éva néninek jobbra egy... Egy semmit. Egy vouchert szeretnék kérni Éva néninek. Én húztam 2500 dollár, gyerekek. Gyönyörű. Adj még valamit balra, egy glockot. Jó van. 3200 dollárt húzott a bátyja önmagába. Még a végére valami 2000 vagy 1000 dolláros item még odafér amúgy. Mi van, ha jön? Hát ez csodálatos betűl volt. Nyomok egy tizet a ládámból, gyerekek, és most klasszikba. Hát, ha tudok húzni valamit. Aztán kiderül. Kevés százalékkal kéne itt. Ez egy pillangot még nem láttam egyébként. Minden mást igen. De én a sima kisebb késeknek is örülök, meg a kesztyűknek. Úgyhogy bal oldalra izomból robbanjon valami. Ugye most klasszik van. Ne csak underdogba húzzak már addig. Az egy kicsit bunkóság. Az ott, kettő is volt ott amúgy. És Gatknife, Dezi, valami. Aztán lehet 10-ből semmit nem húzunk, az úgy gázos, de hát benne van. Jobbra jött a Tech Nine, 32 Baxi Maxi. Ez így jó lenne. Nem lett jó. Igazából az a kesztyűt, azt szokta dobálni. Még a 60 dolláros is jó jelen pillanatban. A lényeg, hogy megnyerjük a betölt. De hát eddig elég gatyamadzag. Senki nem húz semmit, kimondhatjuk. És ez folytatódik tovább. Hát három esélyünk még van. Az AVP is jó lenne balra, a Glock is jó lenne balra. Az USP is jó lett volna balra. Jajjaj. Ez a hajnal, ez nem a mi időnk. Jajjaj. Hát jó, most megint az underdog lenne a Yau. Kivéve? De. Hát underdog, bár bukó lett volna szerintem. Jó, eddig kettő mínusz, gyerekek. Nézzünk egy bombaládát, szeretem nagyon. Fire Serpent középre, jobbra, azt csókolózunk. Mi van, jö? Na gyerünk. Gyönyörű kobáckulok és M9-ek. Vagy 25 dollár. AVP feed, full injector, minden van ebbe. Pillang, az jobb oldal, az finom, ugye? 177 bucks. Hát középre kéne valami. Diszkett a jobb szemem, hát ha ez valamit takar, bár nem hiszem. Én 43-at húzok most meg a tarkon viszket. Dick, mi történik? Ez gatya. 6 dollárom múlik, gyerekek, a betül. Hát jó van, köszönöm szépen. Megnézzük ezt a Black-et, gyerekek, klasszikba. Ez 70% hogy voucher, 30% hogy ilyen gyönyörű itemek. Bejött valami köcsög. Kassa, hogy a... Elnyeri a pénzünket. Passion Knife a top item ebből. És akkor most én húzok ezután Bloodsportot, így megyünk? Vagy mi? Hát nem, pedig szép lett volna.
Óvan a bátya semmit nem húzott jelen pillanatban. Az öt miss az nagyon gatya. Figyeld meg, most mindenki húzni fog. Ez mi volt? Ezt visszahúzom, nem érdeke. Hogy lehet ötöt misszelni? Tessék? Koprende? Hogy lehet ötöt misszelni, gyerekek? Eddig nem nyertünk egy betűt se, kimondom. Elég gázos a szituáció. Az első betű az kellett volna, ugye 3500 vagy mennyi dollár. Ezt lehozom 10 izével. Ne legyél már így. Gyerekek, balra. Ha valamit. Falson knife, köszönöm szépen. Ezért utálom a klasszikot, és hogy miért nem szoktam klasszikot játszani. Hát gyerekek, ez lehet egy olyan videó lesz, hogy nem nyerünk semmit. Hát kell ilyen is, kimondom, de hát... Bazd meg. Azért nem áll. Ját a bátya egyből húz itt. Jó van. Ez nem szerencsés sajnos. Jobb oldalt egy redlán. Jó, a beszélni se tudok. Nekem is bazd meg hajnali egykor kell videózom, mint egy idiótának. Na mindegy. Mi van, ha jön? Valami gyönyörűséget középre meg jobbra? Nekem nem kellett volna most húzni, bakker. Főleg, hogy 74 dollár. És valahova, az szép, de megint húzok. Nagyon elmegyek, bakker. Ezt nehéz lesz ebből a ládából megfogni, sajna. Ki, hogyha karambit középre és karambit jobbra. Dick, mi van abba? Itt vagy irigy? Jobb oldal, ez nem rossz. 130, ajajaj. Három ládikóból kéne a csoda. Jó, ebből már nem lesz csoda, mert a bátya megéhelt. Hát jó, ez GG. Hát gyerekek, ezt a videót lehozzuk vin nélkül. Beszorok. Ez nagyon komoly. Nem gondoltam volna, hogy 2000 dollárba semmit sem nyerünk. Őszinte leszek. De hát ha nem jön, akkor nem jön. Szeres, meg tudsz menteni, kicsi? Figyeld meg, Urzuszt fogok nyitni első ládára. Hát majdnem. Nem lepődtem meg, hogy én nyitottam. Húha! Ez nagyon gatya, gyerekek. De hát... Ugye azt szokták mondani, hogy rigged a bátya. Tényleg az. Látom. Ez minden, csak nem az, Tibi. Botok nem húznak. Én húzok. Hát ez most nagyon gatya. Misszelnek? Hát, jó van, köszönöm szépen. Jó, befejezzük Jason Play-jel. Mi van, ha jön? Clutch or kick. Ez egy hatalmas nagy mínusz ez a videó. Brutál nagy jelen pillanatban. De hát nem hiszem, hogy ez változni fog. Nagyon durva. Tehát látjátok, a bátya nem csak nyer. Bár aki követi az élőadásokat, az látja ezt. Középre kéne valami. Kúpoló, egy dezi, egy butterfly, valami. Egy olyan kesztyű akár. Hát vagy semmi. Jössz, hogy elveszed a lehetőséget, te bunkau. 10 centtel. Jó van. Itt is a bátya húz. Hát ez GG. Nem hiszem, hogy középre jön bármi, szájbe egy gyerek nem tudja intézni. De tudja intézni. Az első, jó, és legalább a 245, hála jó Istennek. Nyertünk 354 dollárt. Így, és ugyanúgy underdogó. Ebből tudunk klácsolni talán. Nagyon szép ütemek vannak benne, hát majdnem 70 dollár a láda. Aztán meglátjuk. Ez gatya. Gatya. Nagyon kevés, ez is, rakásszar. Középre, jobbra, fontos. Hallod? És 71-et húzok, egyértelmű. Többi megalszik. Lehet 71 valamelyik? Persze, hogy nem. Hát és az utolsó 350-nél megérte ez a betűl. Jó van. Intézte. Nyomhatunk egy komoly upgrade-ot. Aztán adios, amigos.
Ezt nem adja be, innen látom. Így is van. Gyerekek, ez a videó brutál nagy mínusz volt. Jézus Atya Isten, esküszöm, ezt még rossz is lesz kirakni, de hát látjátok, hogy nem lehet mindig nyerni. Úgyhogy hát a filetlen, akinek tetszett ez a gyönyörű kis videó, gyönyörű, dobja egy hatalmas nagy lájkot, iratkozzatok föl, de Take Your King Jason voltam. Szevasztok!